most jelenik meg a lemez, de már elkezdtük értékesíteni karácsony előtt. Azok körében, akiket mondjuk valamilyen internetes portálon el tudtunk kérni. Gabrielnek nagyon nagy érdeme van abban, hogy ezeket az 50-es években készült egyébként elképesztően szép szerzeményeket, ez az ő szava standardizálja. Gabrielre pont az a jellemző, hogy olyan teátrális, a szó jó értelmében a színpadon. Én nem szoktam ennyire teátrális lenni, de azt hiszem, hogy ez neki kifejezetten jól áll. Tehát őt ezt markánsan, hogy is mondjam, jellemzi ez a fajta előadásmód. Én ellenére egy kicsit finomabb szoktam lenni színpadon. Vannak olyan tehetséges emberek, mint ahogy ő is, hogy rájött arra, hogy nem muszáj korlátoznia magát semmiben, sem az életében, sem az éneklésében. És úgy gondolom, hogy ő is azzal él, azzal a lehetőségével, hogy kapott egy olyan tehetséget, a zenét, amit ő nem egy hangszerrel, hanem a hangjával tud interpretálni, és azt hiszem csak annyit tesz, hogy élvezi és játékszernek tekinti a hangját. Szerintem zseniálisan énekel. Mindenhonnan azt a visszaigazolást kapom, hogy a nagymama is hallgatja, és a 2 éves kislány már most, hogy tanul beszélni, énekli a dalokat róla, és a két összeélő emberre saját magával lassúzik a szobában, és hogy viszik uszodába a gyerekeket, és mondják, hogy azt az összenézőset akarják hallgatni. És nem tudják, hogy ez melyik az. Nálad Beditart ez a Szerelem című dalban van, hogy egyszer két ember csak összenézett. Mire rájöttek, hogy az melyik dal, a szülők hallgatták a kocsiban, és a gyerekek követelik már. A duettet, az kifejezetten imádják a gyerekek, a 10 után című dalt imádják a gyerekek. Úgyhogy a kisgyerekek között egész nagy rajongótáborom kezd kialakulni most, ahogy írják nekem az interneten. Az idősebb generációnak ugye ez nosztalgia, mert ez ő fiatalságuk. A középkorú generációnak ez valamilyen kuriózum, valami különlegesség. Mikor lennél elégedett, vagy mikor lennétek Jós Istvánnal elégedettek? Mennyi darabszámmal? Az a helyzet, hogy én mindennel elégedett vagyok. Már az azzal egyáltalán, hogy egy lemez megjelenik ma Magyarországon, hogy egy CD-t kinyomtatnak, és én úgy gondolom, hogy legtöbben autóban fogják hallgatni. Hiszen Gávölgy János is, a Csonka András is most a próbaidőszak alatt, mint kiderült mind a ketten, úton a színházba engem hallgatnak. És a legtöbben családok például 4-esével meg 5-ösével veszik a lemezeket, hogy mindenki kocsijába legyen egy. Én azt gondolom, megtalálja a CD is a helyét, megtalálja az online zene eladás is a maga helyét, és a zene kell, sztárok kellenek, jó dalok kellenek, aztán majd valami lesz. Lehet még siker egy CD-nek most Magyarországon? CD-nek? Hát a kézzelfogható CD-nek kevésbé, de úgy gondolom, hogy ez mindig fontos egy előadó művésznek, vagy akár egy zeneszerzőnek, hogy egy általunk megért kolban felnőve egy CD-t a kezében foghasson és kirakassa a polcra, vagy azt mondhassa, hogy még 2014-ben is csinált egy lemezt. Én szeretem a CD-t.